Üdvözlünk mindenkit! Itt az első élő Ninjago break-ünkön, Bencével. Sziasztok! Volt egy kis csúszás, de ide jutottunk, és hát természetesen kártyáztunk. Azért csúsztunk meg egy kicsit, és ma is Ninjago csomagokat fogunk bontani, Series 7-ből és Series 8-ból, és nyugodtan lehet majd hozzászólásban írni közben, hogy ha valamelyik lap esetleg érdekel, azt itt jelezhetitek, sőt azt is megköszönöm, hogyha úgy látom, hogy most van egy darab nézőnk, hogyha ő visszaír, hogy lehet-e hallani minket rendesen, látszódik-e a kép, tehát minden rendben van. Jó. És szerintem a Series 7-tel fogunk kezdeni. Abból egy displayt fogunk kibontani, úgyhogy szerintem Bencel is kezdheted, és akkor essünk neki. Illetve fogunk két blistert bontani majd a Series 8-ból, illetve vannak a starter csomagból kimaradt boosterek, azt is ki fogjuk bontani. Reméljük, hogy mindent jól. Igen. Zsolti itt van, visszajött, hogy hallunk, és jól látszódik a kép, köszönjük, szuper. Jó, na lássuk az első boostert. Majd gyűjtöm ide papírt. Ugye a szabálykönyv. Jó, azt mondja, hogy van egy Epic Duo Nindroid and Ghost. Egy Zane and Pixel. Ezek egy gyakori lapok, egy Mesmo and Viplash. Meg kellene nézni ezt. Egy mini submarine. És egy fejjel lefelé. Kártya. Ez egy honorable bow. Ez egy trap kártya. Mit csinál ez? Battle value boost count twice. Azt a kétszer kell számolni az erőt. Az igen. Jó. Ide külön gyűjtjük majd a ritkákat. Természetesen már ezek is fölkerülnek a shopba, ezek a lapok. Egy Epic Duo Garmadon and Overlord. Egész jól kinyitjuk. Egy Tito. Team Citizens. Érdekesen csomagolják. Assembled. És van egy puzzle kártyánk. Ah, 233-as számú. Nagyon jó. Következő booster. Még egy szabálykönyv, azt gyorsan is lopom. Egy Ultra Glutinus. Van egy King Trimar. Egy Min Legacy Snake. Egy farming nevű action, ezt elolvasom már, ez azért mégiscsak az én szakmám. Azt mondja, discard 5 card from your deck. Your opponent has to skip the next turn. Azta! Eldobsz 5 lapot a paklitból, és a következő kör elmarad az ellenfélnek. Építenünk kellene erre már paklikat, Bence, mert ez így. Ray Chariot. Oké. Okay. Következő booster következik. Kíváncsi lennék egyébként, hogy a csoportban hányan játszanak a kártyákkal. Jó, azt mondja, egy puzzle kártya 252-es számmal. Itt szerintem sokan csak legyűjtik, de egyébként nem játszanak vele. Trusty Careers, ez egy counterlap. Következő akciókártyát megakadályozva, ez nagyon jó. Lehet csinálni kontrollt. Azt mondja, egy Min Team Legacy Soul Archer and Snake. Van egy Evil Legacy Snake-ünk. És egy Epic Duo Viplash and Snake. Az ugyanaz? Nem. Oké. Okay. Ez nem ugyanaz, szuper. Jó, következő. Lássuk. Azt a de szép ez a kártya. Hydrobus Team Kalmar and Gripe. Min Snake Duo. Evil Snake Duo.
Tiszta sznékek vagyunk, egy puzzle kártya, a hanyas vagy, 246-os, és egy high five. Ezt is elolvasom. On this turn your opponent activate vehicle card that is booster reduced to zero. Draw one card. Ebben a körben az ellenfél jármű lapja által adott pluszok nem számítanak, és lehet húzni egy lapot. Szuper. Mondom, tiszta kontrollpaklit lehet erre most már csinálni. Lapok jöttek ki. Következő hetedik kiadásos boosterünkben van már egy puzzle kártya 239-es rajtszámmal. Van egy Plunger, put all epic battle or hydro boost cards on the discard pile to the owner, oké. Okay. Következő, Ninjago City Team Tito and Scoop. Van egy Determined Master Wu. És láttam, hogy ez egy nagyon premium Platinum Lloyd. Az igen, minden értéke 130, 100 fölött is van belőle. Ezt rakjuk ide külön. Jó, ebben a boosterben van egy Do You See? Igen. Egy Abyss. Egy Wild Lloyd, van egy Abyss Zane, és a ritka, pedig egy Epic Whiplash. Következő boosterünk. Oszt a kutya háborúban, oda kéne emberek. Következő boosterbe lássuk az első lapot. Lloyd Race Car Evo. Van egy puzzle kártya, 251-es. Van egy Evil Legacy Mesmo. Még egy puzzle kártya, 245-ös. Van egy Abyss Sky. És van még egy Mary Guard. És a ritka lap pedig egy Ultra Abyss Lloyd. Okay. De megnézem már közben a csomagoláson, hogy milyen ritkaságot, milyen eséllyel lehet bontani. Amikor erre rá voltak ezek írva, van egy Forbidden Writings nevű akciólap. Van egy Shark Gang. Van egy Legendary Team. Crax and Acronix. Az egyik legjobb évad, ez az idői crackes évad. Egy Elin. Egy Aileen. És egy Epic Ghost a ritka lapunk. Platinum Card azt mondja, hogy minden 25. boosterben van egy Platinum kártya, és a Special kártyákból pedig minden harmadikban van, tehát a Legacy Foilból, az Epic Battleből, a Hydro Boostból és az Ultra Double Cardsokból minden harmadikban van egy darab. A szerencsénk volt ebben, ugye 25 csomagot tartalmaz egy ilyen display, ami azt jelenti, hogy elvileg minden displaybe kellene lenni egy platinumnak. Hát ebben most volt, reméljük, hogy hát lesz benne kettő. 242-es puzzle kártya, van egy Evil Legacy Ghost, egy Abyss Jay, egy Legendary Crux, és egy Action Legacy Lloyd. Nagyon jól néz ki. Ugye úgy néz ki a felosztás, hogy 14 féle Legacy Foil kártya van, 18 féle Epic, 16 féle Hydro Boost és 12 darab Ultra Double, és 4 féle Platinum van. Van egy Singer, ez ő akciólap. Van egy Min Legacy Whiplash. És egy Hydro Boost Mary Guard. És összesen ebben a kiadásban
156, 166, 176, 192 darab kártya jött ki. Jó, köszönjük Bence a szabát. 192, amiből 120 karakter van, 60, 36 akció, 18 csapda, lap és 18 jármű kártya jött ki. Tehát összesen 256, ha jó számolom. Tehát ahhoz képest azért viszonylag az a 4 platinum kártya az nem sok. New Family Member, egy puzzle kártya, ez nem jó booster, ebben két puzzle is van, azokban nem jó ritkák szoktak lenni, 226, 232-es, van egy 13-as számú Wild Kai, és mi van még itt, van egy Power Team Legacy, közben már kettő nézőnk is van, hihetetlen, már legalább annyian vagytok a túloldalon, mint mi itt. Powerful Team Legacy Snake and Ghost, és a ritka lapunk egy Action Legacy Call. Ezt is tegyük ide külön akkor, ha már ez ritka. Jó. Következő booster. Van egy Vret nevű akció lapunk. Van egy Wild Team Master Wuhan Pixel. Közben, ha megírnátok egyébként, hogy szoktatok-e amúgy játszani a kártyákkal, vagy csak gyűjtitek, azt megköszönném. Legacy Team Master Yang, Moro és Nadakan. Ezek mind kiváló ellenfelek voltak, és egy Action Legacy Kai. Ebből már hármat is kibontottunk. Van Lloydunk, Cole-unk és Kai-unk ebben a displayben. Következő booster, Ninja Battery, van egy Brainwashing, az agymosás a kedvencem. Következő, egy puzzle kártya, 229-es, egy 116-os számú Mean Cobra Mechanic, és a ritka lapja, nem még kettő kártya van, van egy Team Abyss, Bentomar és King Trimar, és a ritka lap pedig egy Action Legacy Nia. Na, akkor már csak egy J és egy Zén hiányzik a listából. Na, a Zsolték néha szoktak vele játszani, na, szuper, helyes. Amikor a negyedik szériát lehetett ugye kapni itthon először, mikor az kijött, én akkor eltelveztem, hogy tök jó lenne ebből versenyeket tartani. Water Dragon. Azt mondja, hogy a 241-es puzzle kártya. Van még egy puzzle kártyánk, a 235-ös. Van egy legendari Overlordunk. Van egy legendari Morónk. És a ritka lap pedig egy Ultra Kalmar. Vagy kell már, bocsánat, hát javíts ki, hogy még tanulni kell ezeket. Hát jó, igen, végignéztük, de nem állt meg az én fejembe. Searching for help. Van egy puzzle kártyánk, a 247-es. Jó, hát ezeket látjátok, én sem fogom felolvasni mindet, lapozhatsz meg közben, addig folytatnám az előző gondolatmenetet, hogy szóval amikor az első negyedik szériát lehetett már kapni itthon, akkor gondoltam arra, a litkánk egy Hydro Boost Team Mary Garden Glutinus, ilyen már volt, nem? Nem miért bontottunk az előbb? Nem. Ja nem, az csak sima Mary Gard volt. Oké. Okay. Szóval akkor gondoltam, hogy jó lenne néha összehozni egyébként a gyerkőcöket és megtanítani őket kártyázni, meg adott esetben versenyt szervezni, országosat is akár, vagy a megyén belül, mert tök jó fejleszti egyébként a gondolkodást, a stratégiai érzéket a Kraken. Nem beszélve arról, hogy nagyon jó közösséget lehet kiépíteni, úgyhogy ezt a tervet azért még nem betettem el teljes mértékig. Van egy Calculating Pixelunk, és egy Ultra Mary Gard. Mary Gardból már mindent kibontunk itt a ritkák közül. Úgyhogy most itt Kecskeméten nálunk lesz egy kártyaklub helyiség,
április 1-től tervezünk nyitni egyet, és itt akár arra van is lehetőség, hogyha a csoportban erre adott esetben van igény, eljönnétek szívesen Kecskemétre egy ilyen versenyre, természetesen mindenféle komolyabb tét nélkül, de lehetne nyerni mondjuk különböző boostereket, ritkákat, ultrákat ki lehetne sorsolni, és a gyerekek játszhatnának, tanulhatnák ezt a kártyát. Egyrészt, hát nem hiszem, hogy felnőttek sokan játszanak, de természetesen, hogyha felnőttek jönnek, akkor őket is várjuk szeretettel, majd megpróbáljuk ezt megszervezni. Van egy puzzle kártyánk. Great Sandwich nevű akciólap. Egy Viper Snake, Mesmo and Ghost. Powerful Legacy Viper. És a ritka lap, egy Min Boa Destructor. És még van 3 darab boosterünk ebből a kiadásból. Gyerünk, Platinum kell, a következő be fogja adni a Platinumot, még a 3 booster, én bevonzom. Szétvág az ideg. Fúbot, igen. Következő lap. Egy Hunting Legacy Ghost. Egy Abyss Master Wu. És egy Hydro Boost Nia. Ez hiánycikk volt, úgyhogy ennek örülök, ennek a bontásnak. És az utolsó 2-vel lesz a Platinum. Muszáj, hogy benne legyen. Kell még egy Platinum. Oké. Okay. Van egy Action Ancient Story. Ennek nagyon jó a rajza, szeretem ezeket a képregény stílusú rajzokat. Powerful Team Legacy White Flash Mesmo. Water Tornado. És egy Hydro Boost volt Jira. Hydro Boostból is bontottunk. Gyerünk, Platinum! Ez dupla puzzle-ös booster lesz, úgyhogy gyanús, hogy ebben nem lesz Platinum, de hát mindegy. Oké, okay, azt mondja, hogy egy 236-os számú, van egy Wandering nevű akciólapunk, egy Break, tessék, a Break-en kibontottuk a Break-et, Evil Legacy Whiplash, egy Wild Zane, és a ritkánk pedig egy Menacing Bad Destructor, Boa Destructor. Oké, okay. Ez volt a Series 7, egész jó bontások, a Platinumnak kifejezetten örülök. Hát ezek valamikor a jövő héten föl fognak kerülni majd a shopba, ott is meg lehet majd őket találni, de természetesen majd a csoportban megosztjuk ezt a break videót, és akkor ott vissza lehet nézni a bontásokat. És akkor áttérünk a Series 8-ra. És gyakorlatilag ott ki fogunk bontani 2 ilyen blistert, ami remélem, hogy most jó lesz, mert a legutóbbi break videónál ott 3 csomag volt egyébként abban a blisterben, és itt még mindig 4-et ír, úgyhogy reméljük, hogy ebbe ténylegesen 4 lesz, de először van itt 2 starter csomagból 4 darab boosterünk, ezt fogja Bence kibontani, és természetesen van 2 darab Golden Dragon Kájunk és 2 darab Bóni Garmadonunk a starter csomagoknak köszönhetően, ami szintén elérhető lesz. Sőt, hogyha ne adj Isten, itt 2-en, akik itt vagytok, most vásároltok, akkor ebből egyet-egyet választhattok, ami mondjuk jó csere alap lehet adott esetben. Jó, kezdjük ezzel a 4 darab boosterrel. Lássuk, hogy mit sikerül ebből bontani. Ugye ez elég sok bontás lesz, de szerintem itt egy fél óra alatt ezt abszolváljuk, ezt a feladatot. Lássuk akkor az első pár kártyát. Egy Overheated. Master of Water. 248-as puzzle kártya. Attention nevű akciólap. 177-es rajtszámmal, 20-as,
Lehet, hogy csak a számát mondom inkább, mert úgyis az alapján jobban be tudjátok azonosítani, és egy Golden Zén az első ritkánk, aminek a száma az 5-ös. Volt, aki kérdezte az első videó után, azt hiszem hozzászólásban, hogy hol lehet megtalálni a teljes laplistát, hogy a starter csomaghoz adnak egy ilyen nyilvántartó lapot, és azon megtalálható az összes ebben a csomagban megjelent, ebben a kiadásban megjelent lap. Pörgessük. 199-es, ez még egyszer. 160, ez ugyanaz a booster, lol. 248. 185-ös. És a ritka, nem, még van egy. 60-as. Jól láttam, hogy 60-as, nem, 40-es volt, csak rosszat mondtam. És egy Duo Power Pixel Master Wu, ez 20, nem, 71-es rajtszámú csak. Oké. Hát, nem picivel van ráírva, vagy nehéz néha megállapítani, hogy mi a szám. Ugye itt ebben a 8. kiadásban már egyel több lapunk van a boosterben. A 7. kiadásban 5 lapos boosterek vannak, itt már 6. Infláció ide vagy oda, egy plusz lapot kapunk. 156-os. 193-os. 215-ös. 34-es. És a ritka pedig, ja nem, még mindig van egy. 51-es. Francot, 91-es. Megszoktam te már ezt az egyel kevesebb lapot. Megszoktam, igen. És egy Crystallized Kai a ritkánk. Jó, és akkor a starterből az utolsó booster. És azt fogjuk csinálni, hogy kibontunk egy blistert most, utána kibontjuk a display-nyi boostert, és akkor a végére hagyjuk a másik blistert. De a lapoknak meg van sérülve a széle. Már gyárilag? Ez kiváló. Jó, lapozz addig, megnézzük a statisztikát. Egyébként ebben a kiadásban is ugyanannyi lap jött ki, mint az előzőben, 256, viszont sokkal másabb a kártyáknak a megoszlása. 77 darab karakterkártya jelent csak meg ebbe a kiadásba, míg az előző 7. szériában ugye 120. Tehát ott azért egy nagyon komoly csökkenés van a karakterkártyákat illetően. Viszont, hogy összehasonlítsuk, ugye az action kártyáknak a száma az gyakorlatilag ugyanannyi, mind a két kiadásban 36 féle akciókártya jelent meg. És ezen kívül ugye a megjelent csapda és mi a Mega Harumi a ritka lapunk azta. Szóval ebben a kiadásban jó, elfogyott a, volt egy ilyen Neon Crystallized Lloyd, nagyon jó. Én azt mondom, hogy ezt a Golden Dragon Kai-os blistert hagyjuk a végére, mert ezek a kártyák, ezek szerintem valami hihetetlen gyönyörűek, úgyhogy ezt hagyjuk utoljára. Ezt pontjuk ki most, Bence, és akkor utána pedig a displayből a boostereket. Szóval, hogy folytassam az összehasonlítást, ugye a csapda és a jármű kártyák száma, ami megjelent, az ugyanannyi. A puzzle kártyából van benne 27. Ja igen, szerintem ott a puzzle kártyáknak a számát, az beleszámították a karakterkártyákba az előző kiadás listájában, és azért van ez a nagy eltérés. Na, ez egy jó blister, mert ebben 4 booster van tényleg, és van benne egy Team Oni, Garmadon and Lloyd. Ez egy 7-es számú limited, ezt oda is teheted Bence a többi mellé, és akkor bontsuk a boostereket. De gyakorlatilag itt van egy 1-es számú limitedünk, van egy, ez a 2-es, így van egy 2-es és egy 7-es számú limited. Na lássuk, mi van ebben a boosterben. 158-as, 209-es, 244-es, 89-es, 131-es,
is, a ritka pedig egy Golden Jay 15-ös rajtszámmal. Jó, következő. Lesz egy 242-es puzzle kártyánk. Van egy 170-es akciólapunk, egy 168-as akciólapunk, egy 178-as akciólapunk, három akciólap volt egy boosterben, egy Power Skyler 52-es rajtszámmal, és a ritka egy Mega Crystal König Overlord. Ez eléggé. 109-es. Apa! Igen? Ez németül van. Ez egy lap német? Controllers. Tényleg. Crystallized. Uh-huh. Azért, mert ez a... Crystallized lenne a Crystal König. Jól sikerült a csomagolás a gyárban. Belekerült egy német nyelvű kártya. Ezt tedd ide külön azért, hogy ezt lássuk. Mert ez így... Érdekes, mert ugye a többi lap az mind angol nyelvű volt ebben a csomagban. Kivéve a ritka, az németre sikerült. Nem tudom, egyébként bontottunk már ilyen Crystallized Overlordot az előző bréken? Nem. Hogy kíváncsi lennék, hogy megjelente egyáltalán a angol nyelven, vagy csak német van belőle. Én nem tudom fordítani. 250-es rajtszámú puzzle kártya. Jó, neked, hogy te le tudod fordítani. Van egy Neon Crystallized Nia. Szépek ezek a lapok, még mindig nagyon tetszenek nekem. Van egy 236-os puzzle kártya. Egy 36-os Action Okino. 20, nem, egy 20-as. És a ritka pedig egy Goldra... Ez is német. LOL. Goldrache. Ez is német. Oké. Okay. Lehet, hogy az első ritka csak azért nem német ebben a blisterben, mert annak nincs leírása. És a golden németül is golden. Nem, mert az gold... Nem. Gold Drachen? Hát igen, gold aranysága. Most nézem a doboz, de egyébként ezen nincs semmi jele annak, hogy ez német lett volna, szóval... Jó, azt mondja, van egy 244-es, 217-es, 220-as, 73-as, 91-es, meg lehet tippelni, hogy ez is a német ritka, nem, Action Crystallized Lloyd, két angol, két német ritka. Ebben a blisterben. Hát azért vannak itt meglepetések. Azt hittem, hogy csak így kibontogatjuk meg hasonló, de azért kaptunk egy-egy meglepetést, és akkor neki látunk ennek a busz, vagy a displaynek, mert ez egy viszonylag hosszadalmas folyamat lesz. Na, Dóka Andris itt van velünk. Szia Andris! Ja, te vagy a második néző. Jó, nagyon kiválóan mutatod a lapokat, úgyhogy... Az első... Kitty Bat. Ez az én lapom. Nagyon jó, hibátlan. Andris, a család mellett nincs más dolgod, mint Ninjago Break-et nézni, azért ez kiváló. Remélem, te is elkezded legyűjteni a Magic mellé még a Ninjago-t is. Jó, mehetünk 206-os, 247-es, 57-es, 35-ös, és a ritka egy Golden Zén. Ebbe van platinum, ebbe is van 4 platinum, úgyhogy a platinum a cél. Platinumot kell bontani, Bence, vagy 4-et egy displayből, mind a 4 platinumot. Hát ezt elspoilerezted, hogy ez nem lesz az jó. Van egy 225-ös Lloyd Mecha, egy 169-es, 212-es, 144-es, 106-os,
helyes, mutasd meg Martinnak a felvételt és egy Crystallize Jay. Remélem, hogy ez lesz az első kijelentés, hogy apa, gyűjtsünk Ninjagót, és majd jössz be a boltba, és megkevened az összeset. Nem cserélem be Magic-re. Most, hogy odaadtam neked az összes Magic lapot. Legközelebb egyébként gondolkozom azon, hogy hamarabbra tegyük a break-et, hogy a gyerekek is tudják nézni, ne csak az apukák, mert de gondoltam hétvége van, hát ha még ilyenkor nem alszanak, de lehet, hogy legközelebb 7-re vagy 6 órára tesszük majd a break-et. 214. Megvan most már az árukészlet a 213, a focis kártyára is, a FIFA Panini 365 focis kártya a 2023-asból, 203. Az lesz a következő, illetve hétfő lesz a következő breakünk HKK-ból, 26, mert ugye ott most kijöttek új alfa paklik, 98, és a ritka egy Golden Dragon Kai, na ez legalább, tudjuk, mit tudom. Ez legalább angol. Jó. Szóval hétfőn is lesz egy break este, az HKK lesz, ott alfa paklikat fogunk nyitogatni. És valamikor a jövő hét vége felé, vagy jövő hét utáni héten pedig tartunk egy focis kártya bréket, 211-es, 201-es, 513-os, egy Neon Skull Sorcerer, egy Order Received 171-es, 179-es, és a ritka pedig egy Team New Ninja. Na, ezek a színek egyébként nagyon jó. Mármint ezek a New Ninja színek. Nagyon remélem, hogy majd egyre többen és többen leszünk. Bár nem tudom, hogy Ninja Go, hát még van egyébként hiszem egy másfél display 8. kiadás. Azt majd elbrékeljük valamikor. Azt mondja, egy 245-ös. 196-os, 182-es, 88, Mr. F. Azt mondja, hogy Dual Crystallized Skull Sorcerer and Mechanic, és egy Ultra Golden Dragon Jay. Azért ez egy nagyon gusztusos kártya, nagyon jól néz ki. Bár nem platinum, de legalább egy ultra, ebből is csak 12 féle van, mint a Mega Foilból, ezért viszonylag ez is ritka. Elvileg minden ötödik boosterben van egy ilyen, úgyhogy ebből legalább ötöt kéne pont. Jó, azt mondja, egy 235-ös, 241-es, 161-es, szeretnénk megvenni az 51-es. Bence, te emlékszel, meg volt az 51-es? Nem. Jó, majd kikeressük. Azt mondja, 17-es, 58-as, és egy 15-ös Golden Jay. Ezt addig lenyúlom, mert szerintem az 51-es az nem volt ritka. Mindig bonts nyugodtan, megnézem, hogy itt van-e. Akkor mondom én azt. Mondd a számokat, te úgyis közelebbről látod, mint én. 224. Azt mondja, a Team New Ninja-t viszi az Andris, Golden Dragon J Ultra-t viszi a Bakó Zsolt, helyes, jó? 217. Majd ezeket kikeressük meg. 220. Andris nem is mondta, hogy a gyerkőz gyűjti a Ninjagót. 176. 189, és egy Mega Pytor 85-ös rajtszámmal. Ez lett az 51-es? Nem, az 5-ös. Ja, ez az 51-es. Az Ultra Dragon Gold, Golden Dragon Jay. Ja, ezt azért írtad a Zsolti a Golden Dragon Jay-t, de az az 51-es. Jó, oké. Most már fogom. 250-es. 123-as, egy Neon Mechanic.
193-as, 16-os, 142-es, és egy ritka, ez pedig a Duo Crystallize Asphere and Overlord 143-as rajtszámmal. Oké. Okay. Kell a platinum. Közben megnézem, hogy mennyi boosterünk van még, szerintem többől a felénél járhatunk. Mint a display-nek. Ez a 10. booster, amit voltunk, még 15 lesz ezen kívül. Azt mondja, hogy 156-os, ott valami fölsejlett a végén, ahogy Dave bácsi mondaná, a HKK-s breakmester, 207-es, ups, 79-es, 140-es, egy Golden Call 39-es, és egy Ultra Crystal King Overlord, yeah! Szép! Az Andrisnak az emoji-ai nevette van hozzászólásával. Azt mondja, hogy na ezen mondja, 231-es, 192-es, 159-es, Antique Painting, ez mit tud, hagyj olvassam már, ez nem tetszik ez a kép. Take three characters from discard pile, három karaktert vissza lehet venni a eldobott lapokból. 64-es, 9-es, és a ritka pedig egy Crystallized Overlord 118-as rajtszámmal. A papír szerintet eltávolunk minden, mert már nem férünk tőle. A számot adjunk. 46-os. 46-os. Egy Neon Crystallized megint. 248. Egy 160-as. 54-es Action Vinia Vania. 6-os Power Legacy J. És a ritka pedig egy Team Teal Yellow and Fuchsia. Az a filmben benne volt a Fuchsia Ninja. Fuchsia, tényleg. Az a meglepetés, ugye? Meglepetés ereje a Fuchsia Ninja elé. Ez egy vicces jelenet. 199-es. Overheatedből már bontottunk egy párat. 215. 193. 73-as. 76-os. És egy Team Overlord and Skull Sorcerer. 130-as az? 139-es. Oké. Okay. Következik. Micsoda. Figura etimológika. Az első lap. 156-os sparing. Utána következik a 207-es. Ha még egy upszot bontasz, akkor elolvasom, mit tud. 231-es. 36-os, 188-as, és a ritka pedig egy Duo Crystallized Skull Sorcerer Mikelnik. Oké, most már jöhet a platinum. Most kell, hogy jöjjön a platinum. Egy jó platinumot. Burglar! Mit tud a burglar? Ja, ellophatunk egy allit az ellenféltől, hát mi mást tudna
Antique Painting-et elolvastuk, legutóbb az visszavetett lapot. Family Reunion. Shuffle all character cards from your discard pile back into your deck. Visszakeverünk minden karakterot. Power Gultár. És egy Mega Golden Dragon Zén, az ilyen boostereket szeretem, és egy Ultra Dragon J. Golden Dragon J. Wow, még egy 51-es. Ebből már kettőt bontottunk most? Oké. Okay. Zsolti, nem kell kettő esetleg? A Golden Dragon J-ből. Jó, ez mondja a következő lap. Hopp, egy Team Neon Overlord Mikkelinkent 348-as rajtszámmal. Egy 158-as. 209. Ebbe egy akkora platinum lesz, hogy csak úgy füstöl. 89-es. 53-as. És ott van. A Dual Power Pixel Master. Hú, ebből is bontottunk már egyet, azt hiszem. Jó, egy 51-es tegyél félre, azt kivesszük. Meg a Team Ninja-t. Team New Ninja, amin a színes... Színes, azaz... Ja. Okay. És melyik 51-es? Majd valamelyiket kiválasztjuk. Ezeket félre tesszük, hogy ezek már elkeltek. Jó. Van egy 244-es, ebből bontottunk már vagy 10-et. 217. 220-as. 187-es. 27. Hát persze, hogy power creep van. És egy Mega Skull Sorcerer. Nem is onnan lehet mást, bár kevésbé van jelentősége, mondjuk más kártyajátékban, hogy mennyire erősödnek a lapok. Legutóbb ilyen maximum, amikor játszottam, legutóbb maximum ilyen 110-es volt. Mert az érték, igen. Most valami az a leggyengébb. Az az igazság, elnézve a lapokat, kevésbé számít most már az ereje a karakterlapoknak, 250. Mert olyan erős akciókártyák vannak, amivel el tud lopni. Neon Crystallized Nia. Illetve ugye vannak alternatív nyerések a játékban, mint a sárkányok voltak annak idején, 236. Ugye most is itt a, ezek a Crystallized lapok, 173, 125, és a ritka pedig egy Golden Dragon Call, úgy de jól néz ki. Mega Golden Dragon. Ja, bocsánat, még Mega is. Hát már annyi nevük van, hogy már most... fél kártyát tele kell írni a nevükkel, hogy Mega Ultra Epic Legacy Golden és még Dragon is. 242. 170. 168. 55. 184. És a ritka pedig egy Action Crystallized Mechanic 96-os. Csak azt hiszem három booster van ezen kívül. Nem, 1, 2, 3, 4, 5. Következő. 214. 174. Valami lesz a végén. Valami fölsejlik megint. 40-es. Reméljük platinum lesz, nem csak ultra. Hoppa, egy hoppa, mega... három is. Aszta, na ilyen, ilyen booster kellene, mert van egy mega háromink, van egy ultra háromink, és ott befigyel a platinum. Egy Uni Lloyd Platinum Edition. A Metin Lloyd. Igen, ezt bontottuk legutóbb is az előző break-en, ha jól emlékszem. Nice. Nem néztem meg egyébként a leírásra, de behozom, hogy milyen újták vannak itt. Egyedül maradtam. Egy 213-as.
203-as. Aztán most nézem egyébként, hogy 21 féle. 228-as. 21 féle limitált lap van ebben a kiadásban. 99-es. Egy 69-es. És egy 128-as. Crystallized Asphira. Na itt van, azt mondja, hogy van egy Oniloid, egy Golden Dragon Kai Platinum, egy Crystallized Crystal King Overlord Platinum és egy Onig Armadon, tehát két jó és két bonusz. Ami ultra rare kategória. Na lássuk, szeretnénk megvenni a 253-as platinumot. A 8-as, jó, akkor azt is oda tesszük neked Zsolti a többihez. Azt mondja, hogy Golfing. 200, 234, 117, 67-es, és egy Mr. F. Benchstone Brute. Ennek a száma 152-es. Zsolti, hogyha leírnád, hogy ezekből a limitedekből mind megvan-e, vagy van, amelyik hiányzik, akkor azt megköszönni, mert akkor aiba küldünk neked egyet. Hopp, ott is van, ott valami. Is van valami ultra, valami ezüst cél itt is befigyel. Hát nem biztos, hogy... Egy kittibász. Hát, ha két platinum is esik egy displayből, az nagyon ritka. Techno Spider. Szerintem az egy ultra lesz. Action Deret. Action Fujidov. Mi ennek a magyar neve? Mindig elfelejtem. Szikiszárnyos. Azaz. Egy Mega Crystal Overlord. És egy Ultra Golden Dragon Kai. Hanyas ennek a száma? 11-es. Ez is nagyon csinos, ez az ultra. Ott az mi? Valami fehér, ott is az van valami neon. Ezüst, ezüst. Van egy Neon Pytor. 228-as. Rajtszám. 6-os szívesen elfogadjuk. 6-os, 6-os, van 6-osunk? 7-esünk van. 1-es, 2-es és 7-es. Csolti, 1-es, 2-es és 7-es. A 7-es a Team Only Garmanon and Lloyd, hogyha arra gondolsz. Jó, azt mondja, van egy 18-as. 78-as Fuchsia Ninja. Egy Crystallized Mechanic. És egy Ultra Mechanic. És az utolsó booster jön ebből a displayből. És gyakorlatilag akkor már csak 4 boosterünk maradt hátra. Bocs, akkor a 7-est. Jó, tehát egy Timoni. Az majd a tiétek. Ja, azt is oda tesszük nektek. Azt mondja, egy 163-as. 200-as. Captive. 234-es. 136-os. Egy 25-ös. És az utolsó ritka pedig egy Crystallized Kai. Na hát ez egy egész jó display volt. Egy jó pár ultra azért esett belőle, elvileg. Miatt kicsit más. Azt mondja, hogy elvileg ugye 5 boosterenként van egy ultra, ebből volt 6 darab, plusz még egy platinum, tehát ezért ez egy elég jó display volt. Azokat félretesszük, és akkor kibontjuk még ezt az egy blistert. És akkor Zsolti majd... Felveszik privátban veled a kapcsolatot, és akkor megbeszéljük a postázást, meg ilyesmit. Ezt hogyan? És akkor
Lássuk, mi van ebben a... Ebben is van 4 darab booster. És mutasd nekem azt a limited kártyát, mert az nagyon-nagyon... Nagyon tetszik nekem. Nem. Futi! Hát ez nagyon szép. Ez a 6-os. Hát, ha végül is 6-osunk is van, Zsolt. De ez sajnos annyiba nem megy, tehát ez nem az AI kategória, mert ez túlságosan jól néz ki ez a kártya ahhoz. Erősnek nem erős, de elég jól néz ki. Jó, van egy 233-as, 252-es, 164-es, az álca, 99-es. A lila fényt hányom hűtőszekrény. Mégis van egy 43-as, illetve egy Crystallize J, aminek a száma 33-as. Kell a platinum. Az mindig. Kell a platinum. 209, 244, 217, hetes, 120, nem, 135-ös, és egy Golden Zén az 5-ös rajtszámmal. Ez is volt ma már. Az utolsó előttibe, vagy az utolsóban lesz a platinum? Utolsóban. Hát igen, mert ebben nem sejlik föl semmi sajnos. 159. 148. 158. Mindenki egyért. 138. 188. Tiszta 8-asokat bontottunk. És van egy Crystallized Zén 23-as rajtszámmal. És az 28-nak. És az utolsó booster. Hát ebbe se csillog. Te! Ott valami csillog a végén. Mondtam, hogy az utolsóba lesz a platinum. 217. 220. Action deret 61-es. Duo Crystal Spider. Ez csak ultra lesz, mert nem három ritka van benne. Hop, 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 hop. Ott a trükkös fiú. Egy Mega Action Samurai X 4-es rajtszámmal, és egy, mi van a végén? Egy Ultra Golden Dragon Zén. Hanyas ez? 41-es. Jó, hát egy platinumot sikerült ma bontanunk, viszont nagyon sok jó ultrát. Nagyon köszönöm, Zsolti, hogy itt voltatok, és végignéztétek ezt a bontást. A csoportban majd ezt betesszük, és akkor felveszik veletek a kapcsolatot. Hát, kicsit kevesebb, mint egy órába belefért ez a bontogatás. Lesz majd még egy Ninja Go Breaking szerintem a maradékból, aztán szerintem Series 8-ból már többet nem bontunk, viszont majd szépen bemappázzuk, és szerintem fogunk készíteni videót majd 8. kiadásos pakli építéssel kapcsolatban, hogyha egyszer időcsilliárdosok leszünk. Mindenképp szeretném kipróbálni ezeket a lapokat. Úgyhogy szép estét, jó hétvégét, és jelentkezünk majd. Szia! Sziasztok!